Üdvözlöm a kedves nézőket! Újra jelentkezik a Deák konyhája itt a Pók tévén. Ma egy halas étet fogunk elkészíteni, neve szerint Pangasius filét. Ez egy nagyon jó hal, legalábbis szárkátlan, teljesen filé, és nincs is olyan nagyon-nagyon hali íze neki. Szóval azok is megkóstolhatják, akik nem szeretik az olyan halas ételeket. Felcsikozom ezt a teljesen filét, Pangasius filét, felcsikozom apróra, közben hevítem a serpenyőbe a kevés kis olajamat, ahogy szoktam, egy kevés olajat, és ahogy felcsikoztam ezt a Pangasius filét, beforgatom egy nagyon picit lisztbe, de előtte megsózom. Egy nagyon csöpp sóval megsózom, előveszem a kis lisztemet, belehelyezem ezt a lisztes halacskát, fogom belerakni a serpenyőbe, amin átpirítom. Az étel neve egy kapros, tejfölös és tejszínes hal ragú, amit burgonya gombockákkal fogok tálalni. Nem is akárhogyan, mert a burgonya gombockákat bele fogom rakni ebbe a tejfölös tejszínes mátlásba, és együtt fogom, ez egy ilyen egy tál étel, együtt fogom tálalni. Ez mindig pirul egy kicsit a halacskánk, egy csöpp borsot szórunk rá, és pirítjuk. Kicsit adunk egy kis erőt, majd közben a burgonya gombócokat készítem elő. A burgonya gombócokat megteröm hozzá a főtt burgonyát. Úgy megteröm hozzá a flóra a főtt burgonyát. Teszek hozzá tojást. Szerintem ennyi burgonyához. Egy-két burgonyában nagyon sok kis apró gombóc jön ki, mert még a tojás mellett majd rakok hozzá a lisztet. Ezt egy picit megsózom, picit megmorsozom, és annyi lisztet teszek hozzá, hogy felvegye, alakítható gombócokat kapjak belőle. Ezt összetöröm. Közben a halacskánk már szépen kirúl. Ez sajnos elkerülhetetlen, hogy kézzel fogjak gombócozni. Kézzel fogom összegyúrni, de először megnézzük a halacskánkat, kicsit megforgatjuk. Szépen pirulnak. Könnyű kis húsa van ennek a Pangasius filének, ez pár perc alatt tényleg megpirul. 4-5 perc, ez is egy nagyon gyors és nagyon egyszerű étel. Majd a burgonya gombockáinkat így kézzel összegyúrom. Rendes gombóc formát tudjak belőle készíteni. Mikor látjuk, hogy már összeállt a gombóc, felszedte a tál aljáról lévő lisztet, összegyúrjuk. És én már raktam fel forró vizet, és ebben a forró vízben sok fölés nem kell neki, egy pár perc, míg az ételünk elkészül, addig a gombócka is. Még egy párat kapok bele. Kiadós étel ez is, mégis egészséges halas, de a burgonya gombóc az egy laktató. Laktató étel lesz. Rendben, ez is szépen for. Megnézzük akkor a hangot. Látszik szépen már. Pirul, ilyenkor rakjuk rá a kaprot. Azért ilyenkor, mert a kapor az ölegezve az állító formában, de hogyha sokat sütjük, akkor megkeseredik. Felöntöm a tejszínnel. A tejszínnel és a tejfölvel. Vegyesen rakom bele, mert a tejföl kis savanykás ízvilágot ad neki. A tejszín meg egy picit édeskésebb, és így lágyítja. Ezzel forralom.
forralom egy pár percig. Így még ezt az ételt meg is sózom. Hiába sóztuk meg a halacskát, azért ehhez még kell egy kis só. Egy csöpp borsot is rakok hozzá, és petrezselyemet. Aki tud otthon friss petrezselyemmel dolgozni, az még csodálatosabb ízvilágokhoz. Hogy befordattuk a halat a lisztbe, látszik, hogy a sűrűsödik is. A lisztől sűrűsödik ez a mártásunk. Ezzel forraljuk egy kicsit. Forraljuk. Majd, ahogy már a burgonyagombóc, ott tényleg nem kell neki sok idő, látjuk, hogy már jön fel a tetejére a burgonyagombóc. Ezeket a burgonyagombócokat kivesszük, és belerakjuk ebben a mártásos halacsába, amiben még forr is egy picit beszívja ezt a tejfölös, tejszínes szószt. És már is így tálalhatjuk, hogyha összefogt az ételünk. El is készültünk lassan vele. Ezt egy mély tányérba tálalom. Mély tálban, mivel szaftos étel, de a liszt és a gombóc azért besülhetett. Aki nem szereti annyira a halat, az is kóstolja meg. Mert mivel mondtam az elején, a pangáziusnak nincsen olyan erős hal íze, ez a tejfölös, tejszínes mártás és a krumpli gombóc a kaporral szinte nem is érezhetően tesszük a halat, de mégis egészségesen táplálkozik. Kitároltuk az ételt, esetleg egy citromkarikát rakok hozzá, akár rá is lehet pacsarni, aki szeretni. És jó étvágyat kívánok az ételhez. Viszontlátásra!